A Vagyasaljai római katolikus Krisztus király templom a legkülönlegesebb, sokak szerint a legszebb városunk szakrális építményei között. Az 1934-ben Bányai támogatással, jelentős lakossági segítséggel Blankenberg János bányai építész tervei alapján épült kis templom paraszti és székely jegyeket hordoz. Sokak szerint ez az egyszerűség adja különlegességét és szépségét. A templom belső díszeit, faragásait, falfestményeit Bóna Kovács Károly festő és szobrászművész készítette. Az idő azonban a falfestményeket, szekkókat jelentősen megrongálta, a képek elszennyeződtek. Közel egy évtizede vetődött fel az a gondolat, Radics István festőművész, Bóna Kovács Károly egykori tanítványa részéről, hogy hozzá kellene látni ezeknek a fali képeknek a megújításához. Főiskolai társát, Kisterenyei Ervin restaurátor művészt ajánlotta, hogy keressük meg és kérjünk tőle árajánlatot a freskó felújítással kapcsolatosan. Ez megtörtént, és azóta elkezdődött a gyűjtés. Mindenek előtt jótékonysági hangversenyeket szerveztünk évente, amelyen neves művészek, művésztanárok, művészeti csoportok léptek föl, és az adományokat a felújítás céljaira tettük félre. Két évvel ezelőtt, amikor a templom felszentelésének 75. évfordulóját ünnepeltük, az ezt követő beszélgetésen vetődött föl, hogy egy összefogással, a város, a megye és a püspökség összefogásával és lakossági segítséggel meg lehetne valósítani ezt a feladatot. Ez év májusában kezdődtek el a munkálatok, és Kisterenyei Ervin restaurátor művész társával, Pintér Attilával megújította a falfestményeket. Nem haszontalan megemlíteni, hogy ezek a munkálatok 2.600.000 forintba kerültek, amelyhez körülbelül 700.000 forint élő munka járult. Ez utóbbit Szabó Pál helyi vállalkozó végezte el a felújítás időszakában. Mi úgy gondoltuk, hogy sajátos módon a mi lehetőségeink szerint köszönetet kell mondani mindazoknak, akik támogatták ezt a feladatot. Ezért még az év májusában Sagután megyei jogúváros önkormányzata és személy szerint Székiné dr. Strémi Melinda polgármesterasszonynak Vagyasaljáért díjat adományoztunk. Hálánk, köszönetünk eléül. Most a templom újraszentelésének időszakában, illetve keretében a Váci püspökségnek, személy szerint dr. Bér Miklós megyés püspök úrnak és Szavó Pál helyi vállalkozónak hasonló módon köszöntük meg segítségét. És mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a feladat teljesítéséhez, egy emléktáblán soroltuk föl a nevüket. Egyházi szokás szerint a freskókat újra kellett szentelni. Az újraszentelést dr. Varga Lajos segédpüspök úr végezte el. Most fogja majd püspök atya megáldani, felszentelni a szekkót, amely itt található a szentélyben. És ez az áldás
mert minden áldás soha nem az élettelen tárgynak szól, mindig az azt alkotó embernek, az azt szemlélő embernek szól. Tehát nekünk, akik itt vagyunk, így fogadjuk ezeket a szavakat, és akkor egészen biztos, hogy áldássá lesz mindaz, ami itt van mögöttem, és ott mindannyiunk szíve, amely rejtve van. Mielőtt az áldás szavait elmondanám az Egyházmegyei Hatóság nevében is, megyés főpásztorunk nevében is, köszönöm azt az összefogást, amely az önkormányzatok között is létrejött, és itt a kedves testvérek részéről is megnyilvánult, hogy ez az épület a maga szépségében pompázzon, és így szolgálja az idejövő embereknek az üdvösségét. A Jóisten áldása kísérje mindannyiótok életét, és adja Isten, hogy az a bőkezű ajándék, amely akár a polgári hatóságok részéről megnyilvánult, akár magánszemélyek részéről, vagy netán vállalkozók részéről is megnyilvánult az Anyaszentegyház irányában, az azoknak az életében, akik jót cselekedtek, váljék bőséges áldássá. Könyörögjünk! Az a munka, amelyet elkezdtünk, és most befejeztünk kell, hogy hitünket felizzítsa, és hálás lelkülettel ajándékozzon meg bennünket. Ismerjük azt a Zsoltárt, mely így szól, ha csak az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak, akik építik azt. Valamilyen módon Isten munkatársai vagyunk, valahányszor saját munkánkkal, testvéreinknek, vagy a közösségnek teszünk valamit, vagy azt szolgáljuk. Így hát, testvéreim, Isten segítségét kérjük, hogy ennek az építménynek, ennek a megújításnak a befejezése szolgálja mindannyiunk üdvösségét. Mindenható örök Isten, irgalmasság Atya, aki mindent fiad által teremtettél, és őt a te országod erős alapjává tetted, engedd kérünk, hogy az, amit a te neved dicsőségére és a mi előre haladásunkra elkezdtünk és most befejeztünk, örök bölcsességeddel napról napra növekedjék, és a maga idejében meghozza számunkra az örök boldogságot, az üdvösséget Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A szertartáson vendégeink voltak Besó Zsolt, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, Fenyvesi Gábor alpolgármester úr, aki köszöntötte a jelenlévőket. A város önkormányzata fontosnak tartja Salgótarján múltjának értékeinek megőrzésével kapcsolatos kezdeményezések támogatását, lehetősége szerint minden városszépítő és városépítő tevékenységet segít. Ezt mutatja az is, hogy évek óta figyelemmel kíséri és támogatja a Baggyasalja barátainak köre hagyományőrző
értékközvetítő, értékmentő törekvéseit. Nem volt ez másképp a templom fali képeinek felújításakor sem. Salgó Tarján városvezetése szívesen támogatta a szentély freskók felújításának kezdeményezését és kivitelezését. Óriási összefogás eredménye ez a felújítás. 2009-ben a templom felszentelésének 75. évfordulója után a város, a megye és a Váci püspökség a helyiek mellé állt. Ezen összefogás eredményeként ünnepelhetjük most együtt a templom és a szentély felújított fali képeinek újra szentelését. A bagyasaljaiak már évek óta gyűjtöttek e nemes célra. A helyiek saját adományukkal is támogatták a kezdeményezést, hiszen amikor a szervezők végigjárták a városrészt, 410.000 forintot gyűjtöttek össze. Szinte nem akadt olyan lakos, aki a kérést elutasította. Ez óriási dolog, hiszen ilyen helyi összefogáshoz hasonlót Baggyasalján talán 77 éve a templom felépítésének idejé lehetett tapasztalni. Kívánom, hogy a hajlék váljon egyházunk és nemzetünk számára hitet és szeretetet megtartó templommá. Minden templomnak egy a hivatása, hogy benne mindenkor az evangéliumot prédikálják, azt az evangéliumot, mely nem más, mint a jézusi kettős parancsolat, szeresd az Istent és szeresd fele barátodat. E hitben való élés és meggyőződés az egyetlen út. Kívánom, hogy ez a felújított templom továbbra is valóban Istenháza legyen, ahol az emberek egymás iránti testvéri szeretetben együtt és egy akarattal imádkoznak, együtt döntenek közös ügyeikről, és egyénenként tesznek meg mindent hitük megerősítése és megtartása érdekében csak úgy, mint a freskók felújításakor tették. Salgó-Tarján város önkormányzata nevében köszönöm a szervezők, a kivitelezők és valamennyi támogató segítségét. Engedjék meg, hogy Ady Endre gondolatával zárjam beszédemet, de építésre készen a kövünk, nagyot végezni mégis mi jövünk, nagyot és szépet, emberit s magyart. És hozzáteszem Baggyasaljait és Salgó-Tarjánit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Itt volt Kovács Balázs, Bona Kovács Károly fia, és természetesen itt voltak a megújítók, Kisterenyei Ervin és Pintér Attila restaurátorművészek. És engedjétek meg, hogy a zárszó az enyém legyen, még az áldás előtt. Ez a zárszó, mint ahogy a püspök atya is említette, hogy jobb szentírási részeket nem is tudtunk volna választani. Tesszalonikaiakhoz írt levélben ott van, hogy hálával gondolok imádságotokra. Én pedig hálával gondolok mindarra a sok-sok munkára, amit ez a kis közösség tett, hogy ez a templom, a fali képe megújulhasson. És gondolom mindazok, akik látták leveleinket, amelyeket küldtünk, mindig két aláíró volt. Volt egyszer a BBK, az ittenieknek különösen nem kell mondanom, de akik esetleg távolról jöttek, azoknak mondom, Baggyasi baráti kör. És igazán csak ti tudjátok, hogyha ti nem lennétek, akkor itt nagyon sok minden nem lett volna, nem lenne, most, és nem lenne majd a későbbiek folyamán. Úgyhogy én különösen is a Jóisten áldását kérem munkátokra, aztán különösen is egészségetekre. Mert volt olyan testvérünk, aki még beteg ágyából is, újra és újra, hogy ez a mai esemény, ez a mai rendezvény így megvalósulhasson. És engedjétek meg, hogy meg is mondjam a nevét, Szilasi András. Úgyhogy különösen is köszönet neki ezért. Aztán templomunk gondnokának, Kupcsulik Józsi bácsinak, akik hihetetlen energiával azon voltak, hogy ez megvalósulhasson. És zárszóként köszönet, köszönet, köszönet. Mert nem csak kérni tudunk, hanem köszönni is. És most így nyitott szívvel fogadjuk a Jóisten áldását.